Efézusi levél második fejezet első versétől a tizedik versig olvasom Isten igéjét. Következőképpen hangzik az ige. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ezekben jártatok egykor egy jelen való világ folyása szerint, annak a fejedelemnek alatt valókéként, akinek hatalma van a levegő égen, abban a lélekben, amely most az engedetlenség fiain uralkodik. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolódtunk, testünk kívánságaiban, és cselekedtük a testnek és indulatainak akaratát. Természet szerint a harag fiai voltunk, mint a többi ember is. De az irgalomban gazdag Isten, az ő nagy szeretetéből, amellyel szeretett minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, a Krisztussal együtt megelevenített, a kegyelem tart meg, és vele együtt támasztott fel, és vele együtt adott helyet a mennyben Krisztus Jézus által, hogy megmutassa az eljövendő világban az ő kegyelmének túláradó gazdagságát, irántunk való jóságából a Jézus Krisztusban. Mert a kegyelem tart meg a hit által, és ez a hit nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mi az ő kezemunkája vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Urunk, te megígérted, hogy a te ígéd nem tér vissza hozzád üresen. Hadd emlékeztessünk ígéretedre, és tedd gyümölcsözővé ígéret a mi szívünkben, hogy hadd lássék életünkben Jézus Krisztusnak szépsége. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az apostol, amikor ezeket a sorokat írta, börtönben van, nem tudjuk pontosan melyik börtönben, de olyan gyülekezeteknek írja a levelét, akik nem ismerték őt személyesen. Eredetileg nem volt ott az, hogy az efézusi gyülekezetnek. Ez a levél tulajdonképpen egy körlevél. Ha Efézusban volt fogságban az apostol, akkor minden valószínűség szerint a laudíciai, a kolosséi, valamint a hierapoliszi gyülekezeteknek írta ezt a levelet, mint egy tanítva őket Jézus Krisztus útjára. Az elején, a levél elején az Isten kegyelme dicsőségének magasztalását találjuk. Az apostol újra meg újra ezt a mondatot helyezi előtérbe, mint egy megragadva a kegyelemtől, és nem tud betelni az Isten kegyelmének dicsőségétől. Majd utána beszél Isten örök tervéről, amelyet Krisztus Jézusban vitt végbe. Beszél arról, hogy lebontotta a válaszfalat. Addig ott volt a válaszfal, amely elválasztotta a zsidókat a pogányoktól, és most Isten ezt eltörölte, és az egyházban a zsidók és pogányok együtt Isten népévé lehetnek. De ennek a levélnek alapján a különböző lelki állapotot szeretném bemutatni ezúttal a testvéreknek, nem csupán felolvasott ige alapján, hanem az efézusi levél alapján, amit felsorol az apostol az efézusi levélben, és különböző fázisát mutatja meg az ember lelki állapotának, és a végén nézzük meg esetleg, hogy mi magunk vajon hol állunk.
melyikhez hasonlítunk leginkább. És ha lehet, akkor lépjünk előrébb még, hogy valóban Jézus Krisztusnak áldott gyermekei lehessünk. Mindenek előtt ez a kiinduló pont, amiről az apostol beszél, hogy ti is egykor halottak voltatok a ti vétkeitekben. Mindnyájan úgy születtünk ebbe a világba, hogy lelki halottak vagyunk. Istentől távol, még akkor is, hogyha a hívők szülők gyerekei vagyunk, nem az Isten országán belőle születünk bele, hanem az Isten országán kívül vagyunk. Mert igaz, amit az Úr Jézus mond, hogy ami testtől született, test az. Akármilyen kegyes hívők voltak a szülők, akkor sem abba születünk bele, hogy mi is automatikusan az Isten országának tagjaivá válhattunk volna. Úgy olvastam egyszer, hogy a kórházakban, ahol a halottakat tárolják, hogy megnevezik a nevet, aztán a születési évet, meg a halál okát. Hát az apostol is megnevezi itt a halál okát. Ezzel a szóval, hogy bűn és vétek. Ez tulajdonképpen az ember lelki halálának az oka. Nem csupán egyesekre nézve, hanem kivétel nélkül mindannyian, tehát ilyenek voltunk. Mennyi idősnek kell lenni ahhoz, hogy valaki megállapítsa, hogy egy ember halott-e vagy élő? Hát, hogyha tudjuk, hogy halott, ennek megvannak az ismertető jegyei. Nem lát. Nem lát, még akkor sem, hogyha bármilyen közel vannak a tárgyak ahhoz. És így van a lelki halott is. Nem látja az üdvösség, hogy ott van előtte, karnyújtásnyira. Számomra olyan megrendítő az Ótestamentumban Hágár története, amikor Ábrahám házából el kell mennie, megkapja az útravalót, de elfogyott a víz. És Hágár leteszi a gyermeket, és hát ne is lássam, hogy hogy hal, szomjan a gyermek, és ott kezd sírni Hágár. És az Isten angyal, amikor jön, neki miért sírsz? Hát nincs víz. És megnyitotta a szemét, hát ott volt egész közel hozzá. Néhány lépésnyire talán. Hányan vannak így, hogy egészen közel vannak az üdvösség forrásához, mégsem látják meg. Ha látnák azt a kaput, amelyet Isten megnyitott előttük, bemehetnének rajta. De vakok. Nem látják saját állapotukat sem. Legalábbis olyan szemszögből nem látják, ahogy Isten látja őket. Esetleg túl jó véleménnyel vannak magukról, Isten pedig egészen más véleményt alkot róluk. Aztán a halott nem hal. Akármilyen hangosan ordít az ember, nem hallja meg a halott, hogy mit mondanak. Egyszerűen süket. És vannak emberek, akik süketek az Isten igéjének meghallására. Nem azt mondom, hogy azért, mert nem járnak a templomba, vagy az imaházba. Eljöhetnek, hallják az ige hirdetést. És mégsem hallják meg benne az isteni szót. Nem ragadja meg őket. Mint egy falrahány borsó az egész ige hirdetés számukra. Úgy mennek el, ahogy jöttek, életük semmit nem változik attól. Ezeket az embereket aztán az jellemzi még, hogy sodródnak.
sodródnak az árral, a korszellemmel, a divattal, diktálnak az ösztöneik, indulataik, és annak szabad utat engednek. Érdemes elolvasni az apostolnak a 4.-5. fejezetét, amelyben elmondja azt, hogy milyenek voltatok ti régen, milyenek voltatok ti pogányok, pogány állapotokban, és ez jellemző mindazokra, akik a halál állapotában vannak. Sodródnak még akkor is, hogyha nem szándékosan, vagy úgy gondolják, hogy ők tudják, hogy merre felé haladnak. Befolyásolja a tömeg őket. A tömeg hangulat. A többiek is arra mennek, hát akkor én is velük együtt megyek. Nem tudnak az árral szembe menni. És ezekről mondja az apostol, hogy a harag fiai. Ezek voltunk mi is mindnyájan. Amíg valaki a halál állapotában van, addig a harag fia, a harag gyermeke. Lehet, hogy nem tudja, nem akar róla tudni. Lehet, hogy nyugtatgatja a lelkiismeretét, de hiszen én nekem van vallásom. De hiszen én látogatom a gyülekezetet. De hiszen én jó cselekedeteket szoktam gyakorolni. Sok mindennel nyugtatja az ember a lelki ismeretét, de mindaddig a halál állapotában van, amíg valami új nem kezdődik az életében. És nézzétek meg, testvérek, ott van a 4. versben ez a szócska, hogy de. Egy ellentétes kötőszó. Eddig elmondta az ember bukott állapotát, a halott létét, de azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalmasságban. Isten valamit cselekedett. Isten elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a halott világba. Mi önmagunkat nem tudjuk életre kelteni. Hiába próbálkozunk, hiába erőlködünk, nem tudunk magunkon segíteni. Az isteni irgalom az, amely megragad bennünket, és életre kelt. János evangélium 5. fejezetében mondja az Úr Jézus, hogy aki hallja az én szómat, és megcselekszi azokat, az átment a halálból az életre. És tudjuk, más helyen azt mondja, hogy nem hal meg sohasem. Más dolog meghalni, meg más dolog a halál. Meghalni biológiailag, testileg, mindannyian meghalunk. Hiszen egy olyan világban élünk, egy bűnbeesett világban, amely alá vetetett a romlandóságnak, és mi magunk is meg fogunk halni. De más dolog a halál. A halál állapota, és ha valaki a halál állapotába hal meg, az a kárhozat tulajdonképpen, a második halál. Akkor látja az ember az ő valódi állapotát. Gondoljatok Jézusnak arra a példázatára, amikor beszél a gazdag emberről és a szegény Lázárról. Mikor nyílt meg a szeme a gazdagnak a valóság meglátására? Olyan döbbenetes dolog, hogy a pokolban veszi észre csak Lázárt. És ott látja már meg, hogy milyen állapotba került. Az a csalóka, hogy nagyon sokszor az embernek egyáltalán nem látszik az életén, hogy halál állapotában van, talán gazdag, talán egészséges, talán sikeres, és azt gondolja, hogy hát nála minden rendben van. És túlnani életben, amikor már meghalt, látja meg a valódi állapotát,
hogy valamit elrontott, de nem tud rajta már változtatni. És ez a legrettenetesebb dolog. De ezen a földi életen belül lehet változni. Lehet új életet nyerni. Kedves testvérek, ennek ezt munkája tulajdonképpen Isten lelke. És ezt munkája az ige is. Erről beszél az Úr Jézus, amikor Nikodémussal beszélgetett. Amikor azt mondta Nikodémusnak, szükség néktek, most így mondom, mert így is lehet fordítani, felülről születnetek. Felülről születnetek. Isten lelkétől születnek. És ez nagyon fontos. Enélkül senki nem látja meg az Isten országát, mondja maga az Úr Jézus Krisztus. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Megváltozik az embernek a beszéd módja is, a gondolkodás módja, a jelleme, a másik emberre való kapcsolata. Minden egészen újjá lesz, mintha egy embert kicseréltek volna. Drága testvéreim, ez a legdrágább dolog, ami egy emberrel történhet, hogyha újjászetett a Szentlélektől. Bunyan Jánosról olvastam, hogy akkor, amikor valóban megtért, és nem saját erőből próbált vallásos teljesítményeket produkálni, olyan öröm költözött a szívébe, hogy kiment az erdőbe, meg a mezőre, és elkezdett prédikálni a madaraknak. Ti madarak, értsétek meg! Hát ilyen nagy dolog történt velem! Isten lelke újjászült engem, új életet nyertem. Ez a legcsodálatosabb dolog. Ha Isten új élettel ajándékoz meg bennünket, a régiek elmúlnak. Talán a szomszédok, a munkatársak, az iskolatársak, környezetünk, mind-mind nézi, mintha ezt az embert kicserélték volna. Más emberré lett. Úgy, ahogy az írás mondja, az Úrnak lelke rejátszál, és más emberré leszel. Drága testvérem, megtörtént-e az életedben ez a csodálatos fordulat? Tudod, ha megtörtént, ahhoz hozzátartozik az is, hogy arról én vallást teszek az emberek előtt. Sokan besapják magukat azzal, hogy azt mondják, hát én ott vagyok a gyülekezetben, én tulajdonképpen olyan megtért vagyok, én hát hallom az igét, komolyan veszem. Testvérem, ha te valóban megtértél, új életet nyertél, akkor az emberek előtt arról vallást tudsz tenni, és vállalod azt, hogy vallást teszek az emberek előtt. Ez az igazi megtérésnek, az újjászületésnek egyik jellemzője, hogy vallást teszek róla az emberek előtt. Aztán a másik dolog, kedves testvérek, a harmadik lépcsőfok, hogy amikor valaki erre eljut erre az új életre, azt táplálni kell. Azt meg kell őrizni. Isten lelke az, amely új életre segít bennünket. Nem magunktól. Mi magunk az új életért nem tudunk tenni. Ő megajándékoz bennünket az ő lelke és igéje által. De hogy megmaradjunk ebben az új életben, és növekedjünk, ez már a mi feladatunk. Az Efézusi Levél 3. rész 16.-17. versében mondja az apostol, hogy hatalmasan erősödjetek meg a Krisztus Jézusban. Hatalmasan erősödjetek meg. Hát hogy lehet megerősödni a Krisztus Jézusban?
Hát az ő igéje által. Igéje által szült újjá, és táplálkozni kell. Péter apostol beszél arról, mint most született, újonnan született csecsemők, kívánjátok az Isten igéjét, mint tejet. Igen, mint ahogy a csecsemő, amikor megszületik, azt nem lehet magára hagyni. Nem mondhatja azt a szülő, hogy jaj, de jó, megszületett a gyermek, most már nincs is semmi feladatom. Addig, ahol még megszült, hát addig igen, addig voltak feladataim, de hát megszült, onnan már nincs feladatom. Itt kezdődik igazán a feladat, hogy növekedjek. Sajnos meg is lehet újra halni. Melyik is volt az a gyülekezet, amelyikre azt mondja a feltámadott Jézus, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ki emlékszik rá, melyik gyülekezet volt? Tessék? Nem az a Raulíci, arra azt mondja, forró, bál ennél forró vagy. A szárdiszi gyülekezet. Jelenések könyve 3. rész 6. versében beszél a szárdiszi gyülekezetről, és ezt a súlyos igét mondja egy keresztény gyülekezetnek. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hát testvérek, hogy lehet, hogy meghal egy gyülekezet, amikor nem missziózik? Amikor a misszió nem tölti, nem az elsőleges szívügye, hogy másokat is Jézushoz vezesse. Amikor az Isten igéje, úgy, ha el is hangzik, úgy meghallottuk, és utána tovább megyünk. Növekedjünk a Krisztus Jézusban. Legyünk érett keresztjének. Pál apostol beszél a korintusi levélben testies keresztjénről, keresztjénekről, még beszél aztán érett keresztjénekről, meg a zsidókhoz írt levél is. Azt mondja, már tanítóknak kellene lenni, érett férfiúságra eljutni, és még mindig tejre van szükségetek. Milyen szomorú dolog lenne, ha megszületik egy gyermek, és 20 év után is még mindig bölcsőben lenne. Hogy éreznénk, hogy valami nincs rendben. Hát lelki életben nem így van. Pál apostol beszél a külső emberről és a belső emberről. Délelőtt imóra vezető testvérünk úgy az igében próbálta ecsetelni, hogy melyik kép mit is jelent. Hát igen, a külső ember az megromol. Egyre inkább szükség van a szemüvegre, egyre jobban ráncosodik az arcunk, egyre jobban fáj a derék, a kéz, jelentkeznek az öregség betegségei. A külső ember megromol. Sokan ezt próbálják egy kis festékkel, egy kis divattal, ezzel, azzal úgy pótolni, hogy na hát mégis fiatalnak lássanak. De hát bármennyire is igyekszik az ember, a külső ember romlik. De azt mondja az apostol, a belső mindazáltal napról napra megújul. Testvérem, a te belső lelki életed, az megújul napról napra, újra meg újra. Tudod, az Isten igéje olyan gazdag, hogy ez kimeríthetetlen. Mindig mond újat. Amikor kollégiumban voltam, és hát Bibliát, egy új szövetséget magammal vittem, azt olvastam, látják a társak, hát te még mindig nem olvastad ki? Hát mondom, ezt nem lehet kiolvasni. Hát ez nem olyan könyv, mint másik, hogy hát mint egy regény, kiolvastam, azt már jóval félre lehet tenni. Az Isten igéje, még ha az ember 80 éves, 90 éves,
bármilyen hosszú idő óta hívő, mindig tanítgat valamire, újra meg újra, valami újat és szépet mutat nekünk, míg nem eljutunk odáig majd, és adja az Úr, hogy eljussunk oda, amire azt mondja szintén az Efézusi levélben az egyházról az apostol, amikor nem lesz rajta a ránc, sömörgőzés, hanem mint felékesített mennyasszony, úgy áll az Isten előtt. És ezzel már is a következőhöz tértem át. A negyedik fejezet első versében Pál apostol arról beszél, hogy Krisztus elhivatásotokhoz méltóan járjatok. Érdekes az apostol, mert néha azt mondja, Krisztus evangéliumához méltóan járjatok, az evangéliumhoz méltóan járjatok, elhivatásotokhoz méltóan járjatok. De tulajdonképpen mindegyik ugyanazt jelenti, azt akarja jelezni, hogy valami történt az életemben. És ennek meg kell látszódni a mindennapi életemben, munkahelyen, az otthonomban, az iskolában, bárhol vagyok. Az apostol egy ilyen szép képet használ, hogy levetni és felölteni. És ha végigolvasnátok a negyedik fejezetet, az apostol jó néhány dolgot elmond, hogy mi az, amit le kell vetni. A haragot, az indulatosságot, a testiességet, a gondot, és ezeket a dolgokat, mint egy szennyes ruhát. Nem arról van szó, ugye nem így szoktatok jönni az imaházba vasárnap, hogy a szennyes ruhára felöltitek a tiszta ruhát, hanem előbb le kell vetni a szennyes ruhát, és úgy felölteni Jézus Krisztust és az ő ruhatárát, szeretet, alázat, szelídség, hosszú tűrés, békesség, és hát ezek. És ezekben kell, hogy meglátszódjék a Krisztus arca az életünkben. Magyarul azt mondhatnám, hogy azt akarja az apostol, hogy megszentelt életet éljetek. A szentség az nem csak a lelkipásztorra vonatkozik, a szentség nem csak az előjárókra vonatkozik, nem csak azokra, akik kolostorban élnek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, törekedjetek a békességre és a szentségre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Istent. Testvér, ha neked szentségtelen a beszéded, szentségtelen a magaviseled, szentségtelen a kapcsolatod, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogod meglátni az Istent. Itt ilyen magasra helyezi az apostol a mércét tulajdonképpen, hogy azt akarja, hogy ti szentek legyetek. Ahogy Péter apostol idézi az Ószövetségből, Isten szavaként, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Nem kevés dologra hív tehát Isten, amikor erre hív bennünket, életszentségre, amely belülről a Krisztus képűség látható rajtunk. Péter apostol azt mondja, isteni természet részeseivé lettetek. Tényleg elmondható te életedről is, hogy az a természet, az isteni természet, felüdülnek a közeledbe, vagy éppenséggel felbosszankodnak amiatt, hogy mennyire önző vagy, kiállhatatlan, indulatos, és így tovább. És végül pedig az apostol azt tanácsolja a levele végén, hogy öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét.
Valaki azt mondta, hogy a hívő ember, amikor megtér, akkor először tanítvánnyá lesz. Akkor elkötelezi magát, hogy én Jézus Krisztus tanítványa leszek. Az később rájön arra, hogy de hiszen Jézusnak az a kívánsága, hogy szolgáljak. És akkor eljut oda, hogy szolgálóvá lesz. És végül pedig eljut oda, hogy hát harcosa legyek. Légy Jézus Krisztusnak jó harcosa, mondja Pál apostol Timóteusnak. Mit jelent az, hogy harcosnak lenni? Amikor az ember szembeszáll a gonoszság hatalmával imádságban, amikor annyira fontos esetleg egy-egy embernek az üdvössége, hogy akár bőjtel, imádsággal, de harcba szállok, hogy ne vesszen el, és nem nyugszom bele, hogy ha bizonságot tettem, és visszautasította a bizonságtételemet, és addig imádkozom, Istenhez kiáltok, forró szívvel, valahogy úgy, mint ahogy Rákel imádkozott, illetve mondta Jákobnak, ha nem adsz nékem gyermeket, meghalok. Ez a forró vágy a lélekmentésre jellemezze bennünket. És itt kellene harcosnak lenni igazából, hogy egységbe forni és imádkozni, hogy Uram, adj megtérőket. Mert elviselhetetlen számomra, hogy környezetemben annyi ember rohan gondtalanul a kárhozat felé. Drága testvérek, 5 lelki állapotot mutattam fel. A lelki halált, amikor valaki még a régi életében van, amikor életre jut, Jézus Krisztus kegyelme által, akkor táplálja ezt az új életet, ez már nagy kegyelem, amikor érett férfiúságra jut valaki, és járjatok elhivatásatokhoz méltóan. Te Jézus Krisztusnak képviselője vagy Pécelen, Budapesten, és ahol jársz. A te életedből olvassák, hogy mit jelent kereszténynek lenni. És légy Jézus Krisztusnak harcosa te is, aki Isten ügyéért, tervének megvalósulásáért imádkozol. Nem az emberek ellen, hanem az emberekért, az emberek lelki üdvéért. Mindenki maga vessen számot, hol tart, és lehet előrébb lépni, hogy egyre közelebb, és közelebb kerüljünk ahhoz, hogy most már Krisztus arcává válunk. Amen.